A bukaresti Rome Expo kiállítási központban megnyitotta a kapuit a 2018-as turisztikai vásár. A bőrzén a legkülönbözőbb igényeket kielégítő vakációs csomagokat kínálnak a potenciális utazóknak. Egyes utazásszervezők jelentős kedvezményeket is ajánlanak az érdeklődőknek. A kulturális turizmustól kezdődően a falu turizmusig, az üzleti és rekreációs, valamint gyógyturizmuson át minden potenciális turista számára kínálnak csomagokat a ma megnyílt turisztikai vásáron. Az érdeklődők belföldi és külföldi utak között egyaránt válogathatnak. Zsebbarát és egzotikus több ezer eurós út is vár az utazókra. A Romániai Fürdővárosok Egyesülete, amelynek számos székelyföldi tagtelepülése van, közös standdal jelentkezett. Albert Tibor, az egyesület elnöke és Tusnád fürdő polgármester szerint azt várják, hogy tovább nőjön a látogatók száma, hisz a plusz jövedelmet a szolgáltatások minőségére fordíthatják. Ha azt nézem, hogy az utóbbi időben a romániai turisztikai látogatottság ezeken a településeken 20%-kal nőtt ebben az évben, ez köszönheti annak is, hogy igenis bevezették a vakációs jegyeket. Én úgy gondolom, hogy már egy levegőt kaptak ezek a települések, ezeken a településeken belül létező turisztikai egységek. Maros megye turisztikai kínálatát a Visit Maros Egyesület standján vehették szemügyre az érdeklődők. Az egyesület megpróbálta minél színesebb formában bemutatni a megye látványosságait. Segesvár régen és Szovata képviselteti velünk együtt magát ezen a vásáron. Mutassuk meg az országnak azt, hogy milyen lehetőségek, milyen kikapcsolódási, feltöltődési lehetőségeket kínál Maros megye, nem csak egy-két napos látogatók számára, hanem több napos kikapcsolódás tekintetében. Az idei turisztikai vásár 10.000 négyzetméterén 210 cég kínálatával ismerkedhettek meg a látogatók. 16 ország: Albánia, Bulgária, Chile, Kuba, Csehország, Románia, Németország, Görögország, Magyarország, India, Izrael, Olaszország, Luxemburg, a Moldvai Köztársaság, Palesztina és Szerbia saját standdal jelentkezett.